szervusztok, sziasztok! Ez itt ismét a Dire Wolf sorozat 1-7-10, és abból is a 19. rész. Üdvözlök mindenkit! Raszkor vagyok, és az elveszett tékozló fiú visszatér. Jó régóta nem voltam már itt a Dire Wolf sorozattal. Jó, a Crash Landingbe ugye ott voltunk Datival. Most már mindig az, akkor ezt is folytatni fogom. Bocsi, hogy nem voltam. Már többen kérdeztétek, hogy mikor lesz, mondtam, hogy lesz, jövök, és itt van lám, meg is történik. Na, gyorsan csapjunk a lecsóba. Mi is történt itt két rész között? Igazából semmi. Ha csak annyi, itt elkezdtem itt kifele építeni egy picit a házikót, az aztán nem olyan sügyesok. Ezek a chestek nem voltak itt. Na, ezekbe így gyűlik nekem a motyó, mert ugye volt nekem egy Ender Quarrym, amit még az előző részben elkészítettem, na most ezt elvittem, letelepítettem. Nem ennyi cucc jött már ki, csak közben pakolgattam át. Itt gyűlik a cobblestone elég bőszen. Na most azért dolgozik ilyen masszívan, mert gyorsan összedobtam még ilyen dimensional transceivert, ide leraktam direktbe a reaktorra, rákötöttem. Hagy dübörögjön. Jó, most éppen le is kapcsolta magát, persze, jó. És ugye innen direkt betolja a... Na, nem le, föl? Úgy. Hoppá. Direkt betolja az energiát. Tehát nem csak az a másik küldi, ami ott a kis hálózaton van, és ide, mint látjátok, ide letettem, itt ezt a szép kis területet kapirgálja, valahol itt van a negyedik jelölő, ott van, így, ezt a területet főhoztam ide a hegytetőre, úgyhogy jó sok mindent fog összeszedni, és cobblestone-t is sokat. Miért is? Fog ő nekünk sok cobblestone-t összeszedni, miért is kell. Mert közben arra gondoltam, hogy ha már egyszer bányászok, akkor lesz sok cobblestone-om, amúgy is, akkor jön legyen még több, és csinálni fogok egy Deep Dark portált, és oda is át fogunk kuksizni. Na, ehhez azt fogom csinálni, hogy majd akkor a cobblestone-t összerakom. Itt kicseréltem a kapás chesteket egy barrelre, azért ez így praktikusabb. Ja igen, lett még egy combustion generátor, mert az az 1 watt, ez bőven elbírja a 4-et is, sőt még az 5-et is elbírná. És most azt fogom csinálni, hogy 5 még ugye úgyse mutattam, utoljára kapát gyártottam benne. Éhen fogok veszni. Valami kaját kellene. Ott van, úgy. Mondjuk csirke, ez az. Csirke, mert az jó. A csirke jó. Úgy. Igen. És azt fogom, hogy innen elhozok. Mit repkedek itt össze-vissza? Borzalom. Elhozok innen egy chestet. Melyik legyen. Oly mindegy. 5. Úgy, inkább röppenek, mert az úgy gyorsabb. Így, a tetejére. És most itt ezt be kellene állítanom, hogy ezt a követ rakja így össze, ami meg is történt. Nézzétek csak. Na, most ez úgy működik, hogy akkor mivel kimenet-bemenet be van állítva, akkor most ide a ebből a felső chestből szedi, és ugyanúgy a felső chestbe rakja össze a cuccot. Hát autocrafting, ugye? A történet. Csak hát sokkal gyorsabban, mivel ugye ő elektromosan dolgozik, amíg ha beletennék egy kapacitort, hadsz, ami van is, csak idáig a kapához nem kellett. Igen. Akkor aztán hatékony lenne a történet. Na, így kell összekraftolni a
cobblestone-okat, úgyhogy gyorsan meg lesz itt a Deep Darkhoz a hozzávaló. Na jó, hát ezt oba, oda-vissza, bele. Úgy. Így, te csináljad. Ugye előtettem a Void Chest-et a végére, mondvá, hogy majd megtelik, és akkor utána jött a nagy ötlet, hogy hát ha-ha-ha, akkor már csinálok egy Deep Dark portát. Hát miért is ne? Mi is történt még? Hát a botaniával semmi, majd arra is rákuksizunk, akkor ugye ott hagytam abba még, hogy itt van ez a csodálatos Blast Furnace, amit majd be kellene még izzítani, csak ugye az nem olyan úgymond idézőjelben egyszerű. Meg itt ezt a kis helységet fogom mindjárt megcsinálni, ha már ugye aktiváltam szigilt, hát ebből jött az ötlet is, hát ugye szigil, akkor ugye ide behozom szépen a körzdörtöt, itt lesz a mob spawner, amit mindjárt meg is csinálok, amik itt közben készülget az is. Azt mondja, hogy kell nekem egy olyan, hogy vákumhopper, na őt gyorsan összerakok egyet, mert kicserélem ott a enderájós vákumcsesztet, azt mondja, kell ő, kell egy blaze powder, aztán majd el lehetne majd mennem megint a nether-be egy kis blaze vadászatra. Most azt nem tudom, hogy hopperem volt-e valahol, de ja, szerintem ha van, akkor itt van. Nincs hopperem, pedig úgy emlékeztem. Na mindegy, hogy is, mennyi is kell neki, nagyon régen csináltam hoppert. És még egy, igaz? Gyere ide. Úgy. Na. Jó van, azért csak megy még. Igen. Előbb ő. Rendben. A hopper. Oké, kész a vákumhopper. A vákumhoppernek kellene egy ilyen csövecske, rendben, és akkor itt volt a másik chest. Na, mert őt innen most kilopom. De nem így, hanem így. Ide teszem a vákumhoppert. Te ott ne kössél rá. Neked ott semmi között hozzá, mondom. Jaj. Mondom. Mész ott? Menj már onnan le! Hát ez borzalom. Mondjuk, ha nem kötöm rá a hoppert, akkor nem lesz ott, de mindegy. De most ez így zavar. Na, hogy néz már ki? Jaj. Na. Jó van. Jó lesz ez. Ez az, király. Oké, semmi gond. Bénázok. Mondom, közd össze. Ezzel ittene ni. Akkor fordítva. Hát ez most szórakozik velem. Na gyere le. Úgy. Így. Úgy. Azt hiszi, hogy kiszúrhat velem? Hát nem. Király. Rendben. Na most ez jó. Oké. Ja. De az hogy szívta volna már be? Elfelejtettem, hogy van még egy vákumcuc. Oké. Ennek kellene
rajta. Úgy. Egy item, és ide tesszük a végére a chestet. Most ez így nem szép, de mindegy. Nem be, hanem ki. Az ott jó, ez nem volt a jó. Így, né. Jó. Szuper. Nézzük is, teszteljük le. Zuty. Gyere, gyere. Na. Na jó, most már öld meg őket. Öld. Maradt még valaki? Nem. Oké, szevasztok. Na azért. Jó, hát igen, ő egy kicsit relatíve lassabb. Megvan. Viszont ugye cserébe nem fog innen nekem hátulról beszipukázni semmit, mert ez ugye ennek a vacuum chestnek a relatíve hátránya. Jó. Mert azt terveztem, hogy őt ide berakom. Igen, kicsit nehézkes kijutni. Jó, hát mondjuk ő most innen, minden, lentről, föntről, mindenhonnan beszív, de hát itt a kutya nem fog mászkálni, tehát nem érdekel senkit. Ugye őt meg Skystone-ból csináltam itt az egészet, hogy legyen valamennyire masszív. Akkor volt nekem, emlékeim szerint, itt van, igen. Valaki emleget csuklok. Ez a jó kis pilácsom, meg ott a négy. Stickem nincs, miért lenne. Hopp, ott egy kapcsoló. Nem baj, úgyis csinálok négyet, maradjon is. Jó, jó, miért is lenne a stickem? Itt se nincsen, akkor fa. Rendben. És akkor lesz nekem. Jaj, ott volt a stick az orrom előtt. Oké, bocsi srácok. Szememet nem verte ki. Na, megvan a négy darab kapcsolóm. Ez már nem kell. Mert ugye azért valami kis pilácsot teszek oda. Meg valahol akkor van a cursed dirt. És az nem itt. Hanem itt van ez a 20-as, ez jó, ez nem tudom, hogy ez miért nem klappol hozzá. Na mindegy. Mindegy. Oké. És azt találtam ki, hogy ide teszem a világítást, ez nem lesz szép, ellenben ronda, majd azért valahogy bekábelezem, hogy azért ne így a négy darab kapcsolóval legyen a világítás. És ezeket ide fölteszem. Be is világítja az egészet. Hopp, ez meg már dolgozik is. El is lopta a fákját. Nagyon helyes. Nagyon helyes. És igazság szerint ugye, hogyha én ezt kapcsolom. Nézzük csak meg. Aha, ott van. Mutjátok? Gyönyörű szépen be is kell, hogy pirosodjon. Helyes. Tehát ott fognak lenni nekünk a srácok teremni. A lootok meg jönnek ide föl. Hát még annyi, hogy hát a mobessence. Hát az majd más. Ez igazából most itt azért készült, hogy legyen, le kellene mennem, na, legyen zombi husim, mert ha valaki most ide terem, az pofán verem. Bár nem szabad, mert virágos van. Ja, bocsi. Jó, elszámoltam itt a 20 darabot. Így a másik az, hogy nagyon kise tudnak a srácok jönni.
onnan a lukból, most bezárkozom az egészet, és valahol, hol is hagytam, mert megcsináltam, nem már, hogy pont az az egyel kevesebb, hol van még egy, azért nem szeretnék ott a pókot, hogy kijöjjön, volt még olyan, itt van, oké, okay. Azért, csak már nem tudtam, hogy hova szórtam. Na, tehát, hogy effektíve most csak nekem zombi húsra van legfőképpen szükségem, tehát így lootra, nem a mob essence-re, mert azt a nutrientet, amit az Ender Eye-val gyártok, ugye az szintén ugye energia felhasználásra van, csak még annyira nem kötöttem be ugye a rendszerbe a gépet, remélem tudjátok, hogy melyikről van szó, előbb meg is mutatom, utána indítjuk be erről. És ugye ide a zombi húsit fogom berakni. Itt lesz. Jó ugye a fejek hozzá, jó a csirke, tehát azt is lehet majd ugye állatot termeszteni. Gyerünk. Ugye itt lesz a nutrient. Ugye gombák, na a nether wart, ugye az itt lent terem ott egy helységben, látjátok itt a Rotten Flesh. Hát ezen kívül majd, hogyha csirkefarmot csinálok, ugye itt van a, amit még be kell automatizálnom, ez a csodálatos nether wart szobácska, és ebből lesz a nutrient, és abból is lesz energia. Na azért ezek kint van, oké, okay. Na. És itt most így bezártam a bazárt, és hagyd szóljon. Annyi, ezt az ender, vagyis ezért vacuum chestet majd még bekötöm. Hello! Jaj, álljunk csak meg a menet, hát ezeket még meg is kellene ölnöm. Úgyhogy oda még, na jó van, oké. Okay. És persze, miért ne rögtön két creeper keletkezzen ide nekem? Te kis morcosak vagytok, srácok. Na? Nem fogok ám leesni hozzátok. Nehogy azt higgyétek. Úgy, egymást harapjátok. Rendben. Na? Úgy. Szevasz. Na hát ő gyönyörűen összeszedi nekünk a cuccot. Az oké. Okay. Viszont akkor kap még egy ketyerét, mert ehhez is jó lesz a ugye a nutrient szintén. Kap még egy ilyen killer joe-t, ez a helység is, oda le. És akkor ott fogja szépen kaszabolni a jó népet. Hát ez is ilyen 5x5-ös szoba lett, de itt annyira nem izgatom magamat azon, hogy esetleg, ha ott megállnak a sarokba, úgyis annyian lesznek, hogy ide-oda fogják őket, tehát egymást folyamatosan lögdösni. Tehát no problem. Ja, tehát oda még majd még lerakok egy killer joe-t. Rendben. Oké, okay, közben én megnézem, hogy itt mi történt. Hát, királyság, ugye? Viszont ezzel meg majd mennem kell tovább, mert csodálatos Deep Dark. Ugye kell a quadruple, meg kell egy quint druple drapple ilyen cucc. Tehát akkor most először is én ezt lelopom innen. Úgy. Ide leteszem. Ilyen átmeneti. Hozok még egy... Ahogy itt van még egy teli chest. Ezt is kraftolgassad szépen. Légy jó. Taram. Ott van. Szuper. Utána ezt a kettőt szépen összerámolom.
És megy is tovább a dolog. Creeper szív. Értem. Tehát két creepert kinyírtam, és rögtön lett itt nekem creeper szívem. Szupi. Szupi, szupi. Úgy. A csizel most nem kell, azt ott kint gondoltam, hogy majd építkezek, de most nem álltam neki. Rendben van. Hanem akkor kellene még egy Killer Joe. Ő lenne az. Fused Quartz, és ebből ez a Franken zombi kell. Kellene nekem ilyen zombi VL, meg az a zombi kontroller. Jó, hát ez no para, mert minden van. A zombi. Hol is van a VL-om? Itt van. Csirke, síp. Jó, nem kell a birka. Ellenben nekem most marha gyorsan kellene egy zombi. Nem csontváz, hallottalak. Na, birka. Úgy. Ott vagy, né? Látlak. De nem te kell lesz nekem. Nem te kell lesz nekem. Hanem Szolviál. Igen, hanem zombi kellene. Most honnan a francból bányásszak elő egy zombit? Ja, közben ezt kikapcsolom. Az jó, hogy esik az eső, de attól még nagyon úgy néz ki, hogy nappal van. Hejhaj. Mert itt közben megtelt egy kicsit a manna pool. Majd következő részben azzal is foglalkozok. Zombi. Nincs zombi. De bányában meg hova menjek le, ott meg kivilágítottam. Jó, hát itt nem lesz egy darab zombi se. Ottan a hello, és nincs nálam a botom. Tegye uranod. Amit ugye azért látok, mert a sityakomba, ugye benne van a ott van ugye a Night Vision, Revealing szemüveg, Sound Locator, stb. Apropó, hát a Sound Locator, várjunk csak. Mivel is kapcsoltam be? Ez a Night Vision. Oké. Hát ha hallok egyet. Ja, persze, király, most mindenhonnan az esőt hallom. Remek. Jó. Szevasz. Szevasz, nem érdekelsz. Azért meg agyon csaplak, de akkor se érdekelsz. Kukucs. Jajaj. Nem bánta bácsi. Mondom, nem bánta bácsi. Beépültem a mennyezetbe. Szevasz. Nem riogatsz itt engem, nézzenek oda. Hello. Zombi. Zombi. Mint zombi. Se híre, se ham vagy zombinak. Mireben? Bezzeg, amikor nem akarom, akkor 50 000-re jönnek a nyakamba. Most kellene egy zombáj. Most nincs zombáj. Szeva. Ott kint tudja, hogy az eső, mondom én. Jó. Hát akkor az valószínűleg a következő részre fog maradni. Addig én keresek valahonnan egy zombit, mert közben is esteledik. Készülget a Deep Dark portál. Ahhoz ugye kell a sok cobblestone. Ja igen, ide felhoztam az enchanting table-t, majd még a könyvespolc hiányzik mellőle. Szevasztok! Addig aratunk egyet.
Ezt meg kikapcsolom, melyik is, ez meg, megint a Night Vision. Ez az. Oké, azt még nem. Rendben. Na, tehát szóval a következő részre szerzek egy zombit, beüzemelem ott a csodálatos zombi spawnert. Adok neki akkor egy Killer Joe-t, Nutrient, úgyni, Nutrientet, azzal fogom meghajtani, majd valami masszív kardot kellene beleaplikálnom, mert ugye hát több benne is most csak ez a Ruby Sword van. Jó, igen, van itt mindenféle kardom, többek között ugye az Ender is. Hát az Enderrel igazából arra jó, hogyha így szeretnék teleportálni például. Ezen kívül lehet vele írtani, viszont ő kevésbé olyan erős, mint szerintem, mint ez a King Slime kardom. Látjátok, van rajta ugye egy, mutattam már szerintem egy pár extra buff. Tehát majd meglátom, hogy mit is csinálok. Ja, jó. Jó, elnézést kell még egyszer, hogy ilyen sokáig nem volt rész. Ez most már nem így lesz. Tényleg lesznek folyamatosan, ugye kerülnek ki a Crash Landing részek is. Plusz még majd lesznek, ha minden igaz, akkor új sorozatok is. Remélem tetszett, tartsatok velem, következő részben is lesz, ígérem, tényleg lesz. Nem hetek, hónapok múlva, még a héten. És addig is ennyi. Sziasztok!